Az én érettségimet akartuk megünnepelni. Felmentünk kitaláltuk, hogy felmenjünk Budapestre, és bérelünk egy jacuzzi-s apartmant. Ott inni kezdtünk, többen kábítószert is fogyasztottunk. Én amfetamint fogyasztottam, meg füves cigit, mások LSD-bélyeget is. Most is ugyanúgy indult, mint általában, hogy bulizzunk, érezzük jól magunkat. Senki nem gondolta volna, hogy ez lesz belőle. Elkezdtünk kiszogatni, zenét hallgatni, jól éreztük magunkat. Én bevettem egy LSD bélyeget, és szívtam egy füves cigiből is. Ekkor fogyasztottam amfetamint, füvet és LSD-t. Fél órán belül igazából rosszul lettem, hány ingerem volt, szédültem. Mindenki igazából cuccozott is, hogyha meg minden igazából tök jó volt minden. És így egyik pillanatról a másikra a Ricsi így megzavarodott. Ricsi feküdt a kanapén és elkezdett sírni. Kiment az előszobába és a dupla üvegű ajtóba belevert hármat, majd negyedjére akkor át, hogy kitört az üveg. Elkezdett tömleni a vér a kezéből. Akkor felvágta a kezét, igazából ömlött a vér mindenhonnan a kezéből, mindenhonnan minden tiszta vér volt. Megpróbáltuk lefürdetni, meg lekötözni a kezét. Tiszta vér volt minden, hívtuk a mentőket. Lementem, kinyitottam az ajtót, és vártuk, hogy megérkezzenek a mentők. A Ricsi elkezdett üvöltözni, hogy meghaltam, mindenki meg fog halni. Csak annyit mondott, hogy anya, meg hogy ért, lakótelep, miattatok csinálom. Elkezdett törni, zúzni, próbáltam lefogni, lefolytani, de nem sok sikerrel, mert akkora adrenalin volt benne, hogy nem tudtam mit tenni. Ezután elkezdett kiabálni a Ricsi, hogy nagy baj lesz, nekem esett, és úgy ütött meg, hogy elestem. Berekedett az egyik ismerősömmel, és őt ellökte, átlökte a széken. Neki futott az egyik ablaknak, akkor az egyik lány visszarántotta, akkor őt is ellökte, és átment a másik szobába, kinyitott az ablakot, vagy nyitva volt, nem emlékszem pontosan, és kilépett az ablakon. Ki akart ugrani az első, vagy hát a nappali mellett lévő ablakon, de akkor ott álltam, és vissza tudtam rántani. De rátrohant a másik szobába, és utolértem volna, már nem értem oda időben is, kiugrott. Ekkor lerohantam, és csak azt láttam, hogy ott fekszik. Hallottam sikoltozást, kiabálást, törészúzást, mindenki kiabált, és igazából akkor, mikor leszaladtak ugye Ricsihez, akkor kiabálták, hogy kiugrott az ablakon, és ugye ez az egész történt vele. Aztán egyszer csak futottak le a többiek, hogy nagyon nagy baj van, mert a srác kiugrott az ablakon. Mikor lerohantam, én egyből azt hittem, hogy meghalt, de valamit ott hörgött, vagy én nem is tudom igazából, nem emlékszek, de utána már semmi. Csak így szuszogott, és eszméletlen volt. Megérkeztek a mentők, és közölték, hogy életveszélyes állapotban van. Nem gondoltuk, hogy ez fog történni, és mi csak meg akartuk ünnepelni az érettségimet. Anyukám is felhívott, és sírt a telefonba, hogy tulajdonképpen ez az egész velem is megtörténhetett volna, és hogyha így belegondolok, akkor én is nagyon, nagyon rosszul voltam, és tisztában vagyok azzal, hogy akár ez az egész velem is megtörténhetett volna.
és ez elég nagy trauma volt ahhoz, hogy soha többet ne nyúljak ilyen szerekhez. Én próbálok nem otthon lenni egyedül és gondolkozni, de akárhol vagyok, akárkikkel, olyan, mintha csak kívülről nézném őket, és mintha belül üres lennék. Megbántam én is egy életre. Én sem fogok soha többé kábítószert fogyasztani.